hányféle madaratok van? 6-7-8 különböző fajú madarat tartunk otthon. Azért ez nagy szerencse. Valljuk meg őszintén, hogy a család minden tagja szívesen csinálja ezt. Hát igen, mert mi életünket Tövérő hegyére ez határozza meg. Tehát az életkörülményeinket is szerint választottuk meg, így alakítjuk a mindennapjainkat, nálunk ez a meghatározó. Mitől függ, hogy az egyik madárnak van egy sapkája, a másik kettőnek meg nincs? Tulajdonképpen ez egy tréning, egy oktatási forma, de azt általánosságban lehet mondani, hogy a solymokat azokat sapkázzuk, és a héja, ő sasféléket pedig nem. És az, amikor ilyen nagyon megnézi így közelről téged, az mit jelent, azt tudod? Az a türelmetlenség jele. De most igen. Már elég legyen. Igen, most már nagyon unja ezt. Jó, akkor mozgassuk izé... meg, és nem... folytatjuk, jó, hogyha rendben, az úgy azt jó. Is le... Kezdésnek eltaláltam a földet vele. És honnan tudod, hogy nem fog elrepülni? Hát, bízom benne. Bízom benne, ez szép. Mindig... Egyébként ezen a téren is van nekünk embereknek mit tanulni a bizalom terén. Miért van az, hogy nálunk Magyarországon nem lehet kerecsen solymot tenyészteni? Hú, ez egy kedvenc témám, de ezelőtt csak általában esti tüzek mellett beszélünk. De mivel indokolják? Mi a hivatalos indoklás? A solymászat szabályzása sokoldalú. Mondom, ez egy messze vezető, hosszas téma, természetvédelmi kérdés. Ami azt gondolom, hogy ha kicsit végig gondoljuk, akkor teljesen elhibázott, hiszen ezeknek a madaraknak semmilyen természetvédelmi vonzatuk nincsen. Hiszen nem a természetből származnak, oda-vissza nem kerülnek. Hát ezek ott születnek nálatok. Így van, ráadásul ezek egzóták, az enyémek sok-sok generációk óta magam tenyésztem őket, és ebből kifolyólag az én véleményem szerint nem így kellene szabályozni. Fajok szerint meg vannak kötve, tehát solymászatra engedélyezhető fajok vannak, és ezek között nincsen benne a kerecsen sólya. És látod esélyét annak, hogy ez megváltozzon? Én mindig látom a józanésznek az erejét, a belátásnak, és igen, bízom benne. De én nekem is rájönne ez a kezemre, ez a gyönyörű, hogyha fölvenném hát az ő kezdkéjét. Hát próbáljuk meg, hát ha. Háló, hát szia, ritka gyönyörű Bocs. Vagy. Már megetted, gyönyörű vagy. És egy ilyen sólya mennyivel tud zuhanni mondjuk? 300 km fölötti sebességet is mértek nem, most hogy már. Még lát közben, és még ott célpontra is zuhan. Mekkora most a magyar solymász közösség? Ma Magyarországon két társadalmi szervezet tömöríti a solymászokat, a nagymúltú Magyar Solymász Egyesület és a nemrégiben alakult Magyar Nemzeti Ragadozó Madárvédő és Solymász Egyesület. Tulajdonképpen átfedés van a tagságok között, nem nincs különbség. Azt mondom, hogy nagyjából most olyan 120 tagja van ennek sok. A két egyesületnek. Igen, és ha még elkezdjük ezt gyakorlati szempontból nézni, hogy mondjuk 60-70 az legfeljebb, aki madarat tart, ebből talán 15, talán 20, aki a szezont végig vadásza. Nem. Vadásza? Végig mert vadásza. Ez lett volna a kérdésem, hogy szabad-e a törvények alapján ma például tényleg ma Magyarországon védelük? Ma Magyarországon a solymászat egy hagyományozó vadászati forma, és ebből még mindig le kell szűkítenünk azokat, akik hivatásos solymásznak tekinthetik magukat, azt nagyjából egy kézen meg lehet számolni, ahány ember ebből él, vagy ezzel foglalkozik.